Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit ezzel a szép napon, reggelen, ahogy látjátok nálunk, reggel van, hogyha látjátok, úgyis elég álmos a fejem. Nemrég ébredtem fel, épp hogyha megérkeztünk ide a munkába, gondoltam, hogy lefilmezem nektek, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem, de ez volt az az új ház, amit elkezdtünk festeni, ugye fújni a plafont, meg a falakat egy jó pár héttel ezelőtt most már, és most jöttünk vissza, ugyanis befejezték egy pár dolgot, befejeztek a házba belül, úgyhogy folytatjuk most tovább. Mutatom nektek, látjátok ott a ház, az az első, meg mögötte ugye a második, ma vagy holnap fognak betonozni ott a feljárót, meg egész hátul, ott azt a részt, majd megmutatom nektek, ott a WC. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint összeszedem magamat, meg a festéket, amit kell, kiveszem a csipánt a szememből, és elkezdünk dolgozni. Aztán majd később megmutatom nektek, hogy néz ki a ház. Na, elmenjünk oda be hátulra. Ez az első ház, ugye? Ami itt van elő, azt hallottam mögötte lévő, azzal kezdtük a múltkor, úgyhogy azzal folytatjuk tovább. Mégis ezt fejeztük be utoljára. Ahogy látjátok, lerakták a rácsokat, mert betonozni fogják itt a feljárót. Itt a garázs ajtót is felrakták. Ott az ajtó ajánlati. Aztán ugye ott, abban megyünk be. Ide is felrakták a garázs ajtót. Remélem, hogy nem ott fognak betonozni, és nem fogunk tudni akkor bejönni, vagy kijönni. Itt egész körbe beton lesz amúgy. Jaj, tehezen járni, meg cipelkedni, nézd ki, a kezem minden. Na, bejöttünk. Nézd, ezt is feltették, látod? Rumli az még megvan. Várj, lerakom ezeket. Behoztam az eszkiket, hogy rágod. Aztán körbe lelakták ezt a dekket, ahogy látjátok. Az udvarban sok mindent nem csináltak. Az úszómedencét. Nem tudom, itt volt az úszómedence múltkor? Hogy be van betonozva, meg körbe van kerítve, hogy látjátok. Elég szép nagy deck lesz itt körbe. Aztán elmegyünk tovább. Még ahogy láttam, megcsinálták a lépcsőt. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem. De nem volt lépcső. Oda néz. Látod, le van takarva. Le van kemve. Ezt nem mi csináltuk amúgy, ugyanis egy másik festőt csináltam, mert kint más festőt csinálják meg a lépcsőt is, hogy miért fogalmam nincsen. Na mindjárt, úgyhogy én most nem másra visszajön az autóhoz, összeszedem a cuccot, amit el kell, aztán később megmutatom nektek a tetőt is, hogy ott fönt mit csináltak. Dolgozunk, csak közben jött ez a betonos autó, hogy mutatom nektek, hogy hogy betonoznak és milyen lesz a beton. Várjál, itt áll bent, nem van húzva a garázsban, hogy a beton nagyon ne jöjjön be, itt áll egy kamion, és ugye ezt fogják betonozni a hátsó részt. A mixer az ott van a kamion mögött, és ilyen csővel lövik be a betont ide hátulra, várjál, nem tudom neked. Oda, be, látod? Ezt a részt csinálták meg eddig, és megyünk arrébb. Látod, ezt csinálják, ezt a részt, innét kezdték hátulról. És hol ez a cső? Ott jön a cső körbe, az a fekete. Ott látod a földön azon hozzá körbe a betont ide be hátulra. És sok mindent nem lehet látni, mert nincs itt az ablak, várja. Na, innét talán jobban látni, hogy hogyan csinálják. Hát ott állnak ennyien, egy kicsit várja megpróbálok ráközelíteni, ott állnak ennyien. És csinálják a betont. Nem tolicskán hozzák be, hanem ott azon a csövön. Egyszer-kétszer lőnek be egy kis betont, és egyszerű, gondolom. Úgyhogy, majd még mielőtt elmegyünk hozzá, megmutatom nektek a készet, hogy hogyan fog kinézni, és egy pár óra múlva erre majd rá lehet lépni, és le fogják mosni, meg söpölni, meg minden, és akkor megmutatom, hogy milyen lesz. Egy ideig most lehet, nem tudunk ki, mert egy óráig, vagy kettő, amint eljutnak ide az elejére, ugye? Úgyhogy itt kell bennmaradni. Nem mindegy, úgyhogy én folytatom tovább a munkát, elcsatolek tovább, aztán menjünk majd nem sokára haza. Befejezték ezt a hátsó részt, gyorsan megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Jelenleg így néz ki, le van betonozva, ilyen még vizes, ahogy látjátok. És majd mindjárt megmutatom, hogy hogy fog kinézni, és nem sokára jönnek, ezt le fogják most így lesöpfűzni, és ilyen dolozmás, bücskös lesz, vagy milyen, ilyen kavicsos. Majd mindjárt meglátjátok, aztán utána rá is lehet lépni nem sokára. Ami most itt vannak kint elől, majd látjuk, hogy végig festek, és akkor gondoltam, hogy gyorsan megmutatom ezt a részt. Bár lehet, hogy így csinálják Magyarországon, így csinálják nálatok is, vagy nem így csinálják. Régen talicskázni szokták, itt ilyen izével lövig, ahogy mutattam, aztán lehet, hogy most már nálatok is így csinálják. Na mindent, úgyhogy majd mindjárt megmutatom a kész terméket, akkor festek tovább. Na oda nézd, mossák a betont, látod? Itt még olyan, ott meg kezd, hogy bücskösödni.
hogy megyünk mindjárt hazafelé, csak gondoltam, megmutatom nektek. Nem tudom, mennyire lehet látni. Összepakoltunk, látod, úgyhogy elindulunk most hazafelé. Megérkeztem, legalábbis a szüleimhez, átültem az autómba, megyek hazafelé. Az idő amúgy nem tudom, hogy láttátok-e, vagy nem, vagy mutattam el reggel, azt mondom, nem mutattam, még mindig ilyen feldős, oda néz. Még egész hétre ilyen időt mondott, általában jövő hét elejéig. Ma nem esett, egy kicsit csöpögött reggel amúgy, én azt mondom, hogy nem esett egész nap, hogy kint nagyon sokat nem voltam. De ma nem más vagyunk, mint moziba. Ugye úgy volt, hogy elmegyünk filmezni a Lucasfilm valami ötnek egy újabb részét kint a szabadba, de ilyen idővel nem nagyon akarnák. Úgyhogy ma nem más fogunk nézni a moziba, mint a King Kongnak azt az új részét, vagy nem új részét, hanem az új változatát. A Lucas azt mondta, hogy állítólag nagyon jó, mert még ő se látta, én se láttam. Múlt héten írtátok egy pár, amit már láttátok, és jó volt, nektek tetszett. Úgyhogy ma oda fogunk elvenni, a minden igaz 5 órától játsszák. És 2 órás, vagy 2,5 órás a film, azt mondja, hogy elég hosszú. Hogy nem leszünk otthon, majdnem 8 óra lesz, mire hozzáérünk amúgy. Hozzáérkeztem, hogy látjátok, közben megzvanyoztam, megemléltem, a Lucas már meg is tanult, azt hiszem, az előbb azt megtanult, amit fel levágtam a hajamat, látod? Ilyen szép, rövid lett, lehet, hogy nem lett szép, de rövid lett, az biztos. El is vágtam magam, ugyanis megbrodfálkoztam, látod, itt, valahol, meg itt is. Na minden, mindjárt rá. Aztán ugye múltkor, mikor vasárnap mondtam nektek, hogy a héten valószínűleg el fogunk menni nézni házakat, és meg fogom nektek mutatni. Ebből a háznézésből eddig még semmi nem lett, ugyanis jövő hét hétfőn, mikor van, jövő hét hétfőn 11 órára kell menni egyik házat megnézni, ez egy új ház, ezt nem láttátok még. Aztán holnap délután, valószínűleg 4:30-kor, hogyha minden jól megy, megnézzük egy másikat, még ezt a házat se láttátok. Meg egy képet ugye nem mutattam róla. Ez attól függ, ugye ilyenkor 24 órát kell adni a bentlakóknak, hogy oda akarunk mi menni és meg akarjuk nézni, és az ingatlanossal kell oda menni, hogy ott találkozunk, és hogyha jó ugye a bentlakónak, akkor oda lehet menni, hogyha nem, akkor majd legközelebb. Úgyhogy ezért nem mentünk még. Aztán a másikat, meg akartuk nézni azt a medencéset, már mi péntek óta hívogatjuk őket, mindig azt mondják, hogy meg vissza fognak hívni minket, mikor megnézhetjük, de még mindig nem hívtak minket vissza, az a ház mondjuk üres. Úgyhogy miért nem tudjuk megnézni? Nem tudom. Fogalmam nincs. Lehet, hogy takarítják, mert lehet, hogy koszos hátul, vagy az udvar, vagy a medence, lehet, hogy nem csinálták meg, és tiszta zöld a víz. Nem tudom, de majd felhívnak minket. Úgyhogy eddig most 2 ház van, az iskolától nem olyan messze, ide nem kell a Lucasnek se telefon, se buszozás, se semmi se. Majd meglátjuk, hogy néz ki élőbe, képeken jól néz ki. Láttunk egy harmadik házat, képeken nagyon szépen nézett ki, élő meg te az eleje, majd lehet, hogy megmutatom nektek, akkor nagy ilyen dzsumburáj volt minden, hogy na minden, úgyhogy azt nem néztük meg, de ha minden igaz, ezt valamelyiket lehet, hogy meg fogom nektek tudni mutatni, hogyha nem, akkor majd akkor, hogyha valamelyikbe beköltöztünk. Ugyanis valószínűleg ez a 2 vagy 3 közül, hogyha medencést meg tudjuk nézni, valószínűleg ez a 2 vagy 3 közül lesz az egyik az, amiben bele fogunk tudni, vagy bele fogunk költözni, hogy ha minden jól megy. Ha meglátjuk. Aztán megmutatom neked egy kilátást, látod? Elmennek a felhők, én úgy nézem, bár holnapra megint mondta az esőt, és ahogy mondtam, jövő hétre szerencsére már jobb időt mondott, és remélem, hogy igazuk lesz, viszont újra ez a napsütéses idő. Aztán az Instagramon mostanában megosztok minden nap egy fényképet, próbálkozok érdekes képeket megosztani, lehet, hogy nem mindig sikerül. Ma megosztottam egy ilyen motorosat, ugyanis szipő nélkül motorozott, ilyen nagy Honda CBR-em. Nem volt olyan nagyon nagy a motor, de ilyen gyorsági motor volt. Mezitláb motorozott, cipő nélkül, minden nélkül, és én nem tudom, én nem mertem volna ráülni erre a motorra, főleg nem cipő nélkül, de vannak ilyen, ami nagyon sokan, főleg itt Queensland, itt a Gold Coast-on, cipő nélkül járnak az emberek sok helyre, például a bevásárlóba, motorozni, az utcán, biztos a tengerpart miatt. Na minek? Közben megérkezett a Davis. Szervusz! Te mit teszel? Ezt ide beosztod a szobába? De nem most olyan mindenfelé, légy szíves, jó? Ja? Na várjál, nem látom magad, kifordítom a kamerát. Na. Ja, most látjuk magunkat. Ja, mi a helyzet? Mi? Ugye a Davisnek kell elmenni a fogfájás, ugyanis az éjszaka elég jól aludt, ugye? Ja. Ja. Nem keltünk fel. Vagy pedig nagyon fáradt voltam, és én nem ébredtem fel. Ott a kamera. Hogy elég jól beszél, kezdve most már tudja azt is mondani, hogy igen, mármint angolul, hogy yeah, yes. Ott a szemem. Jani mindenre azt mondta, hogy nem. Ha megkérdezzük tőle, hogy hogy van, akkor mondja, hogy jól van. Persze angolul, magyarul még nem. Az a szemem. That's my eye. Úgyhogy, még mielőtt mi elmegyünk moziba, valószínűleg játszunk egyet a Davis-szel, amit megette ezt a croissant, hol van? Ott van. És, ja, most rám népsz. Ajjaj, te a lábam! Aztán utána elmegyünk a moziba a Lucas-szel. Ja, mi a helyzet? Mi? Mi? Hm?
Játszottunk, megvettem a jegyeket a diszkóba, nem holnapra, csütörtökre. Amúgy 7:30-tól kezdődik és 9 óráig tart. Ugye, Lukasz? Szám. Ami helyzet? 5-5-kor. Ja. Mi? Nem, 7:30-kor kezdődik. Ez a másik. Nem, én a diszkóról beszélek, csütörtöken. De a Lukasz azt hitte, a moziról beszélek, de a diszkóról beszéltem. A mozi az 5 órakor kezdődik, jelenleg 4 óra 28 perc van, ami nem jelent más, mint most húzzuk a cipőnket és elindulunk. Aztán biztos, hogy jó lesz. Ugye ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, és a moziba a kamerát nem tudom elvinni, vagyis el tudom vinni, csak nem tudok róla filmezni. Mondjuk tudok vele filmezni, de ha észreveszik, akkor nagyon megbüntetnek. Mára ennyit, továbbra is megpróbálok érdekes képeket megosztani az Instagramon. Majd írjátok meg amúgy, hogy tetszenek ezek a fényképek. Végülis olyan fényképeket osztok meg, ami csak úgy jön, tehát amit érdekesnek találok. Például a vezetünk, és valamit látok, lefényképezem és megosztom. Azt lehet, hogy sok emberek nem érdekesek ezek a képek, nem tudom. Na mindegy, gondoljátok ide videó alá, írjátok meg, hogy mit gondoltok róla. Folytassam tovább, vagy csak tényleg normális, érdekes képeket osztok meg, nem mindenféle fajta hülyeséget. Na ide, ugye mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, hogy szoktam mondani. Sziasztok!